Különleges helyzetben hozták létre a határon túli magyarságért alapítványt 30 évvel ezelőtt. Most, 3 évtized elteltével, sajnos újra kivételes körülmények között kell működniük. Mindenek előtt tényleg ünnep van sokunk számára. Egyrészt, akik elkezdtük ezt a munkát, másrészt, akik csatlakoztak. Aztán azon kívül, akiket érintett, és ők is csatlakoztak. Tehát azt hiszem, sikerült egy Kárpát-medencei ernyőt kihúzni, kifeszíteni, hiszen számtalan eset van, amikor magát az embert, a közösséget akarják kifeszíteni. Gondoljunk csak a 91-es jugoszláv háborúba, vagy akár aktuálisan nézhetünk nem messze szomszédba, ahol szintén dúl a háború. Nos, egy ilyen alapítvány, amely annak idején azért jött létre, filozófiájának azt választotta, hogy a korábban már kialakult, elsősorban drávaszögi, kelet-szlavóniai magyarokkal tartott kutatás kapcsolatokat segítse meg oly módon, ahogy egy háborúban segíteni tud egy civil szervezet. Tehát a menekítésbe, az új lakhely találásába, a munkahelyek megteremtésébe, és ahogy fokozatosan jött a béke, jöttek a kialakult fejlődési ívek, úgy egyre inkább tértünk el, és találtuk meg azt a főirányt, amely a kultúrát, a közösségépítést és a közös gondolkodást és a közös cselekvést inspirálta. Szilik Ottalin miniszterelnöki megbízott is a különleges helyzetet emelte ki az alapítvány 30 éves születésnapjának ünnepén. Ez az alapítvány akkor alakult meg 92-ben, amikor a délszláv konfliktus volt. Akkor ugye épp a Magyarország déli határainak a települései voltak annak kitéve, hogy segítséget nyújtsanak a délszláv háborúba érintett, elsősorban magyar, de igazából ilyenkor az ember nem tekinti, hanem a jöhet szerb vagy horvát, magyar, tehát az, aki az életét félti és menti, nyilvánvaló, hogy itt otthonra, jövőre talál. És egy ilyen időszakban alakult meg ez az alapítvány, és 30 éve töretlenül védi a magyar identitást. És nagyon érdekes, hogy pont most, amikor 30 esztendősek, ezzel a példával a keleti határainkon lévő eseményeket is figyeljük, és együttérzünk, hiszen mi tudjuk azt a 30 év távlatában, hogy az mit jelent nyitottnak lenni, fogadni azokat, akik az életüket mentik, és valóban menekültek, mert tényleg menekültek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a határokon túli magyarságért alapítvány nagyon jó példát mutatott ebben, és én tudom azt, hogy most is ezekben a pillanatokban, amikor a kárpátaljai magyarságról, vagy akár az ukrán gyerekekről, nőkről, öregekről van szó, akkor ugyanúgy kifejezi azt a szolidaritását, amit egyébként tett 30 esztendővel ezelőtt. Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa is részt vett a pécsi ünnepségen. Gratulálok először is az alapítványnak, hogy megérte a 30 évet, és remélem, hogy ezentúl nem csak 30, de még több évet fog megérni. Ugyanis az a munka, amit végzett az elmúlt 30 évben, nagyon-nagyon fontos, és kiegészíti a nemzeti kormánynak a törekvéseit, amelyek arra irányulnak, hogy az identitást őrizzük meg a határon túl, és ezáltal az asszimiláció csökkenjen. Ne felejtsük el, hogy 1992-ben jött létre az alapítvány, akkor, mikor a déli határainknál nagy probléma volt, krízishelyzet volt, háború. A délszláv háború dúlt, és akkor néhány aktív és komoly, erős magyarság tudattal rendelkező ember létrehozta ezt az alapítványt azzal a szándékkal, hogy segítsenek a határon túli magyaroknak ebbe a nehéz helyzetbe. De a háborúnak vége lett, és az alapítvány tovább működött. Az alapítvány attól kezdve elkezdte az identitás növelést a kulturális rendezvényeink keresztül, a könyvbemutatókon keresztül, a művészeti bemutatókon, kiállítás szervezéseken keresztül elkezdte erősíteni a határon túliak identitását. Ez nagyon fontos, hiszen a célunk az, hogy ne asszimilálódjanak ezek a közösségeink, megmaradjanak a jövőre is. Tartsák a kultúrát, a történelmünket, az minden, ami és a nyelvünket, ami összetart minket.
Továbbá minden szál, amivel tudjuk szőni a nemzetnek a szövetét, az erősíti a nemzetet. És a határon túli magyarokért alapítvány az elmúlt 30 évben elég sok és szép szálat szőtt annak érdekében, hogy ez a szövet egyre erősebb legyen, és én kívánom, hogy még a jövőbe is ezt tegyék. Március 25-én ünnepelte 30 éves évfordulóját a határon túli magyarságért alapítvány. Pécsen a Pannon Magyar Háza bázisuk, ami közösségi tér és egyben szellemi, szakmai szolgáltatóház is.